Sziasztok! Most Lehull a lepel. Én, aki az utóbbi években az élet és irodalomba, a Magyar Narancsba szoktam írni, és a Felszoktérő blognak vagyok az egyik szerkesztője. 5 évig dolgoztam a Magyar Demokrata Heti Lapnál, és Bencsik András és Bencsik Gábor voltak a feletteseim. Ez 2006 és 2011 között történt, és azok az évek nagyon meghatározóak voltak számomra. Több szempontból is, politikai eszmélkedésem szempontjából, életem egyik legnagyobb szerelmét is ott ismertem meg, és igazából Bencsik Gábor és András sem sokat változtak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy milyen volt ez az egész 5 év nekem. 3 téma köré csoportosítom ezt a videót. 1. Milyen cikkeket írtam és miről, és ehhez kapcsolódom, milyen volt a napi és a heti szerkesztőségi munka, milyen volt a kollégák megbecsültsége. Azt hiszem, hogy sajtótörténeti érdekesség is, hogy miről írtunk akkoriban, milyen témákról is kik voltak a címlapon. 2. Milyen volt konkrétan Bencsik Gáborral és Bencsik Andrással dolgozni, hogy éreztem magam. És 3. Hogy miért mentem el és hogy gondolok vissza arra az időszakra, így sok év elteltével. Tehát akkor az első téma, mikről írtam és hogyan. Ez alatt az 5 év alatt rengeteget írtam a labba, összesen 140 hosszú cikket számoltam meg, és ezen kívül írtam sokat az újság környezetvédelmi és mezőgazdasági melléketeibe is. Ezek jobbára a bel- és külpolitikai és gazdasági elemzések és hosszabb interjúk voltak, és tucatnyi anyagom került a címlapra. Ezúton köszönöm édesanyámnak, aki kivágta a címlapokkal együtt az összes cikket, ami megjelent tőlem, és elrakta emlékbe. Természetesen online már nem férek hozzá az adatbázishoz. 2006 nyarán voltam először a Demokrata Budapesti Andrássy úti szerkesztőségében. A 20-as éveim elején jártam, ahol egy gyakornoki programon vettem részt, főleg Bencsik Gábor lapigazgatóval és Jókuti Zoltán főszerkesztőhelyettessel töltöttünk időt. És egy igazi sajtó történeti pillanatban jelent meg az első cikkem, amit a Fehérvári Szent György kórházról írtam, pár nappal a Gyurcsány féle Balaton összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után. Annyit kell tudni, hogy a Demokrata csütörtökönként jelent meg, és hétfőn dél körül volt a lapzárta. Na már most a Balaton összödi beszéd 2006. szeptember 17-én vasárnap délután került nyilvánosságra, és aznap este és éjszaka voltak az első zavargások, és a lap még az utolsó pillanatban be tudott szúrni a címlapra egy képet, amit itt láthattok. És ebben a számban jelent meg az első cikkem, és egyébként 2011. áprilisában jelent meg az utolsó. Nagyon hálás vagyok azokért az évekért. Azt kell, hogy mondjam, hogy szinte teljesen szabad kezem volt. Nagyon sok témát én hoztam, de rengetegszer kaptam témát, főleg Bencsik Andrástól, és még többet Jókuti Zoltán főszerkesztőhelyettestől, aki a tényleges operatív vezetői munkát végezte a lapnál. Sokat jártam vidékre és Budapestre riportot és interjút készíteni. Jártam például a Lipóti Pékség vezetőinél a Sziget közben, voltam lakótelepi Bordei házban, ahol prostituáltakkal beszélgettem, jártam kiállításokra, a leglátványosabbak azonban az interjúk voltak. Tényleg fél Magyarországgal és sok-sok politikussal, zenésszel találkoztam, és néhány régi álmom is valóra válhatott. Persze nem minden interjút csináltam feltétlenül lelkesedéssel. Találkoztam személyesen az interjúk során Siffer Andrással, aztán Parag Lászlóval, Pálinkás Józseffel, Lakner Zoltánnal, Almási Kornéllal, Herényi Károllyal, Vitézi Dáviddal, Bogár Lászlóval, Priger Zsolttal, Kovács Árpáddal, Nyerges Attilával. Különösen emlékezetes volt a Gyarmati Dezső, 3-szoros olimpiai bajnokkal készült hosszú anyag. Számomra óriási élmény volt Lovasi Andrással beszélgetni, és készítettem interjút Gangsta Zolival is, amikor a Jack Jack formációban együtt játszott Mester Tamással, Tóth Tibivel és Pap Szabolcsal. Volt egyszer egy világhírű interjúanyom is, Richard Stallman, a nyílt forráskódú szoftverek egyik atyával. Egy rövid koncertajánlót is be tudtam tenni egyszer a kedvenc együttesemről, a Finn Amorphisról is. A szerkesztőségi ülések hetente egyszer voltak, én akkoriban csináltam a történész doktorimat, az ELTE-n és a Külkeren a közgazdász másoddiplomámat, és főleg otthonra dolgoztam, ahogy egyébként mindenki. A szerkesztőségi számítógépek nem voltak túl jók, és a belső adatbázisokon sem volt olyan info, amik miatt be kellett volna menni. Ugye a Demokrata nem volt egy klasszikus tényfeltáró sajtótermék, mint amilyen mondjuk a HVG, vagy most az átlátszó.hu. Tehát a lapnál nem végezte gazdasági feltáró munkát, például, hogy milyen céghálók vannak, cégbírósági adatok alapján. Egy adatbázis volt, amit nagyon sokat használtam, ez a Securities Magyarország sajtóadatbázisa volt, ahol kereső szavakra
keresve nagyon könnyen meg tudtam találni évtizedekre visszamenően, hogy ki mit írt Magyarországon az adott témában. Érdekesség, hogy akkoriban kezdett ott dolgozni Szájfó Omár is, és egy alkalommal egy külpolitikai cikkhez közösen írtunk anyagot. Sok közös cikket írtam Fejérvári Krisztával is, aki a környezetvédelmi melléketet szerkesztette és a kultúra rovatot is vezette, és Usztics Annával is. A cikkeim szinte kivétel nélkül, változtatás nélkül vagy minimális változtatással jelentek meg, bár nem minden cikkem sikerült nyilván a legjobban, de a változtatásokról általában mindig tudtam, megkaptam a tördelt verziót. Egyetlen egyszer volt, hogy Bencsik András lapzárta előtt beleírta egy cikkembe, amivel egyáltalán nem értettem egyet, de mondom, egyetlen egy ilyen volt 5 év alatt. Aztán még egy gyakornoki programot is vezettem a Demokratánál, és egyszer még egy véleménycikket is írtam, bár nem ez volt a profilom. Nekem szinte mindenki minden további nélkül nyilatkozott. Egy-két ellen például emlékszem csak, például Mester Tamásra emlékszem, hogy ő nem volt hajlandó beszélni velünk, amikor a Jack Jack együttes látogattuk meg. Politikai okokból neki túlzottan jobbosok voltunk, de akkor egyébként Gangsta Zolító, Tibi és Pap Szabi is minden további nélkül beszélt velünk. Nagyon kiváló fotós kollégákkal dolgoztam, két fantasztikus emberrel is, az egyik Somfai Sanyi, aki azóta tragikusan fiatalon elhunyt, és aki szenzációs beszélőkével bírt, és a legmorózusabb interjúlányt is megnevettette. A másik pedig az erdélyi Veres Nándor, aki szimplán csak vérprofi volt, és persze még mindig az. Ami a kollégák megbecsültségét illeti, azt gondolom, hogy senki sem panaszkodott túlzottan az anyagi megbecsültségre, sztárújságírók azért nem nagyon voltak nálunk. Azt tudni kell, hogy feketén alkalmaztak engem, és ezzel egyáltalán nem voltam egyedül, tehát nem volt munkaszerződésem egyáltalán. Ez akkoriban tejfölös szájjal nem tűnt föl. Biztos voltam benne, hogy ez valahogy jogilag rendezve van, csak nemrég derült ki, hogy egyáltalán nem volt semmi rendezve. Fel is vettem aztán már jóval később a kapcsolatot egy munkajogásszal, és beszéltem a Demokratával is, de az volt a végeredmény, hogy elévült a dolog, és nem lenne sok értelme megbolygatni a témát. Igazából engem is csak azért érdekelt, hogy például adóztok-e utánam, vagy beleszámít a nyugdíjamba, és a többi részemről semmi neztelés nincs ebben az ügyben. A Demokratától is úgy tudom, hogy akkoriban nem ők voltak az egyedülik ezen a sajtópiacon, akik így foglalkoztattak embereket. Nehéz volt az anyagi helyzetük, ugye ellenzéki lap voltak, és a hirdetési bevételek sem voltak magasak. A második téma. Milyen volt Bencsik Gáborral és Bencsik Andrással együtt dolgozni, ráadásul egyszerre? Azt tudni kell, hogy akkoriban nagyon erős volt a Jobbik, és a lap szerkesztősége is eléggé szét volt forgácsolódva. Én abszolút a liberális konzervatív szárnyhoz tartoztam, hogy kitalálhattátok már. Ez egy kisebbség volt, a többség erősen meg volt osztva a Jobbik és a Fidesz konzervatív szárnya között. Tehát volt nagyon sok radikális jobboldali is a szerkesztőségben, ez visszaköszönt a sok hirdetésben, ami erről szólt, a sok romákkal kapcsolatos témában, a sok népnemzeti interjúalanyban. És amikor jött fel a Jobbik, meg erős volt, akkor éreztem egy elbizonytalanodást a vezetés részéről, hogy nem kellene mögéjük, vagy mögéjük is beállni, de aztán nem így történt. Gáborral nagyon szeretem együtt dolgozni, ő inkább lapigazgató volt, kevésbé folyt bele a szerkesztői munkába, ő a joviális úriember, a belső ellenzéki, a végtelenül figyelmes és önreflektív, több diplomás értelmiségi volt számomra, aki teljes ellentétje volt nekem számomra Andrásnak, aki egy karizmatikus, nagyon szuggesztív, impulzív és sokszor önfejű vezető. Volt egy hosszú beszélgetésem Bencsik Andrással, amikor behívott a nagy és tekintélyes irodájába, és kaptam tőle egy monológot mindig, egyfajta útbaigazítást a dolgok állásáról. András is rengeteg témát adott, valamiért bejött neki, ahogy dolgozom. A szerkesztőségében akkoriban nem nagyon voltak vezérkosok, nagyon erős személyiségek, így a szerkesztőségi ülések jobbára András egyszemélyes showi voltak. Természetesen tőle is sokat tanultam, mert voltak jó gondolatai, meglátásai, de a szerkesztőségből a legjobban a főszerkesztő helyettes szerettem, Jókuti Zoltánt, aki egy fantasztikus ember volt, és sajnos tragikusan fiatalon meghalt néhány évvel később. Néhány címlap egyébként, hogy mondani szokás, csúnyán öregedett meg, itt a Nemzetek Európáját propagálta lap 2008-ban, tehát pont 15 éve
Sarkozyval, Berlusconival, Putyinnal, itt pedig a polgári engedetlenséget népszerűsítette. Ugye tudjuk, hogy most kirúgnak ezért tanárokat. De említhetném Balogh Zoltánt is, a későbbi minisztert, Orbán Viktor egyik spirituális vezetőjét, aki most a Református Egyház első embere, és akkoriban a Parlament Emberi Jogi Bizottságát vezette. Végül az utolsó téma, miért mentem el, miért hagytam ott a lapot, és hogy gondolok vissza most arra az időszakra, így sok év elteltével. Nyilván nagyon eltávolodtunk, én már 2009-től megosztottam a szavazataimat a Fidesz és jellemzően az LMP között, de talán még 2018-ban is az egyik szavazatomat a Fidesznek adtam, de azóta tényleg elképedéssel látom, ahogy elcsúsztak a szélső jobbra, és rombolják nap mint nap a demokráciát, ahogy a csövön kifér. Nagyon sok barátom, ismerősöm is 2018-19-ig bírta, és azóta sem hisz a szemének, hogy mi történik. Ugye András Gábor továbbra is ennek az egyre inkább elnyomó rendszernek, és a mind inkább jobban kiépülő maffia kormányzásnak az elszánt támogatói, az egy-egy kritikus hang részükről teljesen sokadrendű kérdésekben szerintem nem igazán vehető komolyan. De tisztelem, becsülöm őket, mint emberek velem mindig végtelenül tisztességesek és jó fejek voltak, sokat köszönhetek nekik. A 2010-es kormányváltás után azon az őszön kétszer is hívtak a Magyar Televízió reggeli műsorába gazdasági témákban, kérdésekben szakérteni, de mindkétszer nemet mondtam. Én nem vagyok igazából alkatilag újságíró, és inkább alkotni, vezetni, kreatívkodni, összefogni, koordinálni szeretek. Így semmiképpen sem akartam újságíróként, vagy a féle politikai megmondó emberként országos karriert befutni. Ezzel kapcsolatban volt egy konfliktusom is Bencsik Andrással, hogy miért nem megyek be tévébe, és egy idő után egyre kevesebbet kerestek. Én is akkor kezdtem a múlt is pályafutásom, és igazából lassan elmaradoztunk egymás mellől 2011 áprilisa után. Már nem írtam a labba. Ez igazából nem volt soha kibeszélve velük Andrással, és mivel ugye feketén alkalmaztak, nem is volt hivatalos felmondás a részemről, vagy a részükről, vagy közös megegyezés, vagy ilyesmi. Szóval nagyon hálás vagyok azokért az évekért, sokat megjelent cikket már nem írnék meg egyáltalán, de a nagy többséget jó szívvel vállalom. Rengeteget gazdagodtam és tanultam, értem, találkozhattam néhány kamaszkori, gyermekkori hősömmel, és sokat segített az időszak az én személyiségfejlődésemben is. Szóval nagy részt pozitív, minden pozitív érzések vannak bennem ma is. És ennyit tehát a demokratás múltamról, ti pedig ragyogjatok tovább!